Jó napot kívánok! Kettő darab Peugeot kulcs, eredeti gyári darab a kezemben. És itt egy gyönyörű szép 306-os Peugeot, ez 94 néhány lóerős, 1.6-os benzines darab. Nagyon jól és extrásan felszerelt autó. Megnézhetjük, hogy mit tud nekünk nyújtani az autó. Ugye ez centrálzáras, aztán van elektromos ablakok, gyönyörű plüss belső az autóban. Itthoni magyarországi vezetett szervizkönyves autót nézegetünk. Kettő légzsák volt benne, sajnos ez most ilyen pillanatban ki van lukadva, a másik is. Ez javításra szoruló autó, mint ahogy a képekből ezt önök már látták. Aztán nézzük meg, hogy mit ad nekünk ez az autó. Azt mondja, hogy fordulatszámmérő már indul is rajta. Ugye a légzsákok világítanak és a motor lámpája, sajnos ugye ez egy előről egy kis balesetet szenvedett. Nem nagy sérülés, hibátlan. A klímája tökéletes, bekapcsol az autónak és hűt is benne, tehát a klímahűtője teljesen rendben van az autónknak. Amúgy 70 ezer kilométer van benne mindösszesen, szerintem ez igen baráti és jó dolognak tartom, hogy egy ilyen évjárt autóban 70 ezer kilométer, de különben látszik is rajta, semmi nincs rajta elköpve, gyönyörű a kormánya az autónak. Aztán nézzük tovább, hogy mit látunk itt, mert a gyári zene, ami ugye a kormányról vezérelhető, kéri a kódot, az most nincs nálam. Aztán nézzük tovább a kárpitozását, nagyon szép a kárpit benne, tényleg látszik, hogy egygazdás és abszolút karbantartott autó. Aztán van itt egy nagyon jó dolog, ez ülésfűtés, ez télire majd jól fog jönni. A klímát, így azt mondtam, az működik és hibátlanul tolja nekünk a kellemes levegőt. Aztán nézzük meg, hogy mi ez a sérülés rajta. Az elején, amúgy az autó teljes részében, ez az első sárvédőktől hátrafelé teljesen gyári állapotú. Gyönyörű szép ez a Peugeot alufelnél az autón. Aztán van ugye egy kevés műszaki rajta, nem sokára szerintem lejárt, de viszont vonóhorgos, ami pozitív itt benne. Aztán a csomagtartóban ez az összetört darab műanyagok vannak ide betéve, a gazdája berakta, de ez semmire nem jó. Van rajta kerékör, ne lopják el az autó kerekeit, és nagyon jó kis tálca van itt hátul, hogyha valaki hordozgat benne olyasmit, ami nem éppen autóba való, nem lesz piszkos a szőnyege, tényleg teljesen újszerű különben. Aztán ez a jobb oldala így festem, ami szintén teljesen egybe van és rendben van, és itt is a gyönyörű felni, ami hibátlan, mondhatom nyugodtan. Ugye az autónak megy a klímája, amint látják, aztán itt van egy nagyon jó akkumulátor, ami jól intott az autót, ugye ABS van benne, jó a gázrugó benne. Aztán nézzük, hogy hogy jár ez a kis motor. 1.6-os motor, tényleg csendesen és rendben jár benne. Itt csak kizárólagosan itt elő kell rajta dolgozni. Ugye a lökhárító, a zárhíd, illetve a lámpatestek és a motorház tető, ami javításra szorul és cserélendő dolog ezen az autón. A többi része tökéletes, szerintem érdemes megnézni, akinek van hozzá alkatrész kedve, ügyessége és felszereltsége, mármint szervizügyileg, az érdemes, hogy megnézze, mert ebből egy kis pénzt még lehet farigcsálni, szerintem. Hogy jönnek be hozzánk itt az M3 autóparkba, reméljük majd megegyezünk minden hamarabb, és el tudnak vele menni, akár majdnem mondhatom, hogy lábon is. Viszontlátásra, köszönöm, hogy itt voltak.